azt el szoktam felejteni. Szóval köszöntjük a vendégeinket, nagyon jó, hogy tudtatok jönni. Vincellér Katalint, aki a Verespáné Gimnáziumban magyar és média tanár, illetve Arató Lászlót, aki pedig a Radnóti Gimnáziumnak az egyik vezető tanára és a Magyar Tanárok Egyesületének az elnöke. Rosszul mondtam, Kata? Nem, csak meg akartam köszönni a meghívást. Ja. Köszönjük, hogy jöttetek. És akkor a témánk az pedig Grecsó Krisztiánnak a Vera című regénye, amit így megpróbáltunk beharangozni. És azt hiszem, de javíts ki, mi, hogyha rosszat mondok, hogy talán ez az első, hogy konkrét kortárs szövegről beszélgetünk. Ez igen. Nem javítanak ki, mert ez igazság. Minden adás mérföldkő, és ez még azért is mérföldkő, mert ez az egyéves évfordulónk. Egy évet csináljuk ezeket a beszélgetéseket, döbbenet. Ugye az előző karanténnak az ötlete adta, hogy kezdjünk el ilyen beszélgetéseket csinálni, és már ideig jutottunk. Szóval, nem tudom, megpróbálom valahonnan elkezdeni onnan, ahol az én jegyzetem kezdődik, aztán meglátjuk, hogy hova kanyarodunk. Én azt írtam föl magamnak, hogy elég rossz hangulatú kifejezés, vagy ha műfajnak lehet nevezni ez a leányregény. Pedig azért az alapsémája ennek a regénynek az ugye eléggé tipikus. Nem? Tehát, hogy van itt egy ilyen kiskamasz rivalizálás egy pasiért a két lány között, van egy nagy szerelem, ami nagy fájdalommal jár a végén a nagy kibékülés, és hogy nem tudom, hogy ilyen jó irányba kezdek erről gondolkodni, de nekem egy olyan érzésem volt, miközben olvastam, hogy ez itt a műfaj, tehát hogy egy ilyen lettűr műfajnak a felemelésére is történik itt egy kísérlet. Mert hogy egyébként meg szerkezetében, meg csináltságában rendkívül jó regényről van szó. Nem tudom, hogy ez kérdése, hogy látjátok. Hát szerintem is lányregény is, de hát lányregények pedig kellenek. Abszolút mértékben azt gondolom, hogy lányoknak és fiúknak, de a lányoknak biztosan, ezt én a saját lányomról is tudom, szükségük van intenzív lelki életre, amit barátnőkön kívül könyvekkel folytatnak, és más barátnők és barátok és szerelmek viszonyrendszerébe való beletekintésre. Na most szerintem ez nem egy divatja múlt műfaj, hanem egy virágkorát élő műfaj. Jó, nem pont olyan ez a lányregény, mint a tudom én, 18.-19. századi lányregények, de hát a Szent Johanna Gimi is lányregény, meg a Dacis lányregény, meg még lehetne sorolni, én rengeteg lányregényt látok itt a környezetemben forogni. És egyetértek avval, hogy jó, hogy ez egy igényesebben megírt, és persze nem csak lányregény, meg hogy bizonyos szempontból felnőtteknek szóló regény, de nem akarom elvenni a szót, de szerintem az egyik lehetséges megközelítés az tényleg az, hogy ez egy lányregény. A másik meg nyilván az, hogy ez egy nevelődési regény, vagy beavatás történet, de nem akarom ellopni a szót. Ja, hát én sem érezném ki arra a dolgot, hogy ez egy lányregény, sőt, igazából engem meg is lepett, amikor az előzetes üzenetedben ez is szerepelt, hogy ez egy lányregény lenne. Azért lányregény, mert egy 10-11 éves kislány a főszereplője. Tehát nem tudom, hogy igazából az, tehát hogy milyen ismérvei vannak a lányregénynek, hogy ez a szereplő, az jellegzetes, nem tudom én, dramaturgia jelente valami elbeszélésmódot, kell, hogy legyenek benne bizonyos panelek, itt az első szerelem, barátnők, rivalizálás, ugye, amiket a Laci is mondott, szülőkkel való megküzdés, iskolai környezet, szóval, hogy mikkel kell körülbástyáznunk egy ilyen műfajnak a meghatározását, mondjuk akkor már ez ilyen szempontból érdekes lehet az iskolában, de hogy igen, hogy nevelődésregény is, azt gondolom, hogy egy korrajz is, ugye ez a 80-as évek Kádár korszak, ami egy nagyon erős rétege a regénynek, de hogy közben nagyon-nagyon sok mindenről szól. Ugye gyakran fordul elő a regénnyel kapcsolatban, hogy transzgenerációs traumák, az örökbefogadás kérdése, rengeteg elhallgatás, a rémes, kispályás hierarchikussága ennek a kádárista korszaknak és az iskolás világnak. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindenről lehet a regényben beszélni.
és ezért azt gondolom, hogy azt mondani, hogy na, akkor nézzük ezt, csak itt valami szádogál előttem, nézzük ezt úgy, mint egy lányregényt. Én nem gondolom, hogy az egy szerencsés közelítés lenne. Az előző lányregényekkel összevetve talán még az egy nagyon nagy különbség kettejük között. Mondjuk a Dacot nem ismerem, de hogy ezt ugye Grecsó Krisztián írta, szóval, hogy nem egy Leiner Laura, aki nőként írja a lányregényt, hanem egy férfiként íródott regény, ami egy kislányról szól, és hát ugye ennél még százszor több mindenről. Ezért bennem már eleve kérdőjelet okoz ez, igen, hogy lányregénye, de szerintem egyfajta olvasatból szerintem könnyen neki mehet onnan az ember, hiszen egy kislányról szól, vannak lányos konfliktusok benne, úgy értem, hogy lányok között lévő konfliktusok, de hát persze ennél százszor több még. Én két dolgot azért idebígyeztenék, az egyik az, ami szerintem eléggé jelzésértékű, hogy ugye itt két mottó van a regény előtt, az egyik az Abigailből, a másik pedig a Pál utcai fiúból. Azért ugye itt az Abigail kapcsán valamiről, hát amit eddig beszéltünk, de mindenképpen a klasszikus ifjúsági irodalomhoz azért elég erősen hozzáköti magát azzal, hogy ezt a két mottót választja. És a másik, hogyha már azt mondtuk, hogy a lányregény a virágkorát éli, teljesen véletlenül találtam, bocsánat, mindjárt befejezem, hogy az első fejezetet olvastam újra, ma csak az elsőt. És amikor megjelenik először a József, akkor ő vámpírként van leírva. Tehát, hogy magas, fehérbőrű, szeplős, és hogy elmosolyodik, kivillan a mezőfogai, tehát, hogy azért nyilván... Egy kis így van, tehát, hogy azért ez úgy adja magát. Másik legtűr. Nem is a Szent Johanna gimi, de egy kis alkonya. És hát egyébként is nyilván ugye egy nagyon vonzó, meg veszélyes, izgalmas fiúval van szó, tehát ez is benne van. Igen? Ja, csak a bejelentkezésem az volt, hogy az Abigailt azt lányregénynek gondolod, vagy gondoljátok? Én nekem megtetszett ez a lányregény dolog, meg kell mondanom. Szóval eredetileg nem gondoltam rá, és nem kéne megvetni ezt a műfajt. Két dolog szerintem, csak ismételgetem, nagyon lányregényes benne. Szóval azt gondolom, hogy az ennyire központi szerepe a barátnők közötti összeveszésnek és aztán kibékülésnek, és a fiúért való rivalizálásnak, de nem csak a fiúért való rivalizálásnak, hanem ennek a nagyvéres összeveszésnek, szerintem ennek igenis van lányregény jellege. A regény vitathatatlan érzelmessége is kicsit lányregény jelleget ad neki, de én egyébként ezt nem elmarasztalólag mondom. És hát azért mit tagadás, az Abigail az olyan ifjúsági regény, ami olvasható lányregényként is. Nem csak azért, mert lányok a szereplők, de hát vannak benne lányos problémák. Ami nem azt jelenti, hogy fiúknak nem érdekes, mert az első szerelem, és akkor visszatérek erre a könyvre, érdekes a fiúknak, a családi titkok érdekesek bárhilyen embernek, azok a traumák, amik az embert felnőtté érleli, azok minden olvasónak érdekesek. A történelem behatolása a családi életbe, meg egy korszak mentalitása, az már persze nem tipikus lányregény dolog. Hát az elbeszélés technikája az meg egyáltalán nem lányregényszerű, hanem az teljesen ottlikos ezekkel az eseményeket körbejáró, körbekocsizó, spirális technikával, tehát hogy egy történetnek előbb tudjuk meg a végét, vagy valamilyen mozzanatát, és akkor állandó felfüggesztések vannak, és csak fokozatosan töltődik fel a motivum, fokozatosan derül ki, hogy az előre dobott mozzanatnak mi az eredeti kontextusa és értelme. Tehát a megírás technikája az természetesen nem az igénytelen lányregényekre jellemző, de hát én el tudok képzelni igényes lányregényt is. Ha a lányregény nem pejoratív fogalomként használjuk pusztán. Én mégis erre céloztam, amikor mondtam, bocsánat, csak hogy erre céloztam, amikor próbáltam ezt mondani, hogy ugye egy legtűr műfajnak valamiféle felemelésére tett kísérlet, tehát én úgy észrevélni véltem benne. Igazából én sem azért kezdtem ezt a lányregényezést, mert valami bélyeget szeretnék tenni rá, de akkor elmondom, és ezzel át is megyünk oda, hogy az iskolában hogy képzelem én ezt el, meg lehet, hogy akkor ez számotokra is szimpatikusabb lesz, hogy mit akarok én itt a lányregénnyel, hogy én ahol dolgozom legalábbis, ott nagyon kevés a fiú az iskolában, tehát
az előző osztályomban egy darab fiú volt, most mi van három, tehát akárhogy is számoljuk egy 200%-os növekedés, de hogy ugye naponta találkozom ezzel, hogy mi ezeknek a kislányoknak, 14-18 év közötti kislányoknak lenyomjuk ezt a nagyon kemény férfi narratívájú világirodalmat. És hogy akkor ezekre a dolgokra pont, amit esetleg a lányegényeken keresztül egy újra gondolással be tudnánk hozni, hogy ezekre mennyire égető szükség van egy iskolai környezetben. És ugye ezt is írtam nektek, hogy lehet, hogy ebbe megpróbálok belemenni, hogy például mennyire tudjátok ezt elképzelni anyagként. Hát nekem van egy elég sarkítható véleményem, vagy tudom sarkítani a véleményemet, amit aztán szét lehet nagyon szálazni, meg lehet rajta sokat vitázni. Úgyhogy ha gondoljátok így vitaindítóként, úgyis, hogy az érettségi vitaindító műfajt gyakorolni. Na szóval vitaindítóként el tudom mondani a nagyon sarkosat, amit aztán szét lehet szedni darabokra, mert hogy azért azt már itt a felvezetésből is kiderült, hogy sok-sok rétege van ennek a könyvnek, és sok mindenről szól, és a narrációs technikája is ugye elég bonyolult, hogy akkor hogy is van ez a harmadik személyű elbeszélő, aki igazából, mintha Verának egy kihelyezett tudata lenne. Nekem kicsit olyan érzésem van, de mindegy, ez egy másik dolog, majd kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Na, de a sarkított véleményem az, hogy olyan sok mindenről szól ez a könyv, hogy egy picit az volt az érzésem most, amikor 2 év után újraolvastam a beszélgetés miatt, hogy nagyon sok mindenről szól, és egy kicsit a végére az volt az érzésem, hogy de akkor miről is szól. Tehát, hogy nekem a végére a rengeteg dolog, hogy mi mindent lehet vele ezen keresztül megbeszélni, tartalmi szempontból, irodalom, elméleti, elemző szempontból, stb. Tehát egy gazdag anyag, nagyon gazdag, de hogy mégis nekem, hát a sommás véleményem az, hogy nekem nem jött be. És pont emiatt, hogy olyan sok minden, hogy akkor a végén feltettem a kérdést, hogy jó, de akkor miről is? Miről is van szó ebben a regényben? Ki is ez a Vera? Ébren van? Álmodik? Hogy van ez az egész éber álomlét? Ugye nem csak azért, mert hogy tényleg egy ilyen szubtextus végig ez a gyöngyhajú lány szöveg, hanem állandóan ezek a lázas, furcsa állapotai a Verának, a végén is ez a furcsa felébredése, mennyit aludtam, hogyan aludtam, biztos emlékeztek erre, ezekre a részekre. Szóval, hogy engem egy picit zavart, hogy olyan sok mindent sűrít ez a regény, hogy a végén nekem mégis egy hiányérzetem lett tőle. És akkor én ezért, tehát ezért a sarkos az, hogy ezért nem. Viszont a másik beakadásom meg az, hogy a beakadásom az nekem az, hogy bármit lehet tanítani, tehát ezt a regényt is, hogyha tudom, hogy miért. Tehát, hogyha tudom, hogy mit szeretnék ezen keresztül a gyerekekkel megbeszélni. Mert hogy nagyon-nagyon sok minden szempontot tényleg elő lehet hozni. Tehát, hogy ilyen kettősségben vagyok, egyfelől azt mondom, hogy nem, mert nekem ez a regény olyan sok mindenről akart szólni, hogy a végén egy kicsit egyikről sem. Másik oldal, igen, én ezt tudom, hogy akkor a gyerekekről, gyerekekkel ezzel, meg erről, meg erről, meg erről szeretnék beszélni, és akkor pedig igen, akkor pedig itt van ez a könyv. Igen, gazdagon azért én is preparáltam magamnak, hú, hát ezt is meg lehet, azt is meg lehet, azt is, hogy ez a tanári izé nem bír normálisan olvasni, csak ilyen post-itekkel. Na, szóval, hogy én ebbe a két malomba örülök, az előző malomba vagyok benne most inkább. És azért is vártam nagyon ezt a beszélgetést, mert kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok erről a könyvről, aminek hát nagyon-nagyon pozitíva volt ugye a fogadtatása. Tanári szempontú elemzést nem nagyon hallottam még róla. Na, uff! Lehet szétszedni, amit mondtam. Úttörő vagyunk. Nekem egyébként kifejezetten azt tetszik benne, hogy jó, ez túlzás, hogy kifejezetten ezt tetszik benne, de ebből a szempontból itt a taníthatóságnak a kérdésköréből szerintem az egy tök jó dolog, hogy ebben a regényben számtalan minden megjelenik. És hogy az, hogy konkrétan nem tudjuk megmondani a végén, hogy most miről is szól, ez számomra nem probléma, mert ezt a több réteget, ami így egymásra olvad, ezt akár külön-külön is lehet fejtegetni, vagy akár külön nézni mondjuk csak az egyik részét, és a többivel pedig nem foglalkozni.
Nekem igaz, hogy fiú vagyok, meg igaz, hogy 10 évvel később voltam kb. Ebben az időszakban, mint ahogyan ez a Vera, vagy talán 15-tel, de hogy számomra egy csomó olyan dolog így a gyerekkorból föl elevenedett, amit még teljesen el is felejtettem. Tehát, hogy ezek a diákkori szerelmek, meg ezek a kis apró jelzésértékű dolgok, amikkel itt ugye operálnak itt az osztályon belül, hogy hogyan, tehát hogy tényleg csak egy máshogy teszi a kezét, és akkor már más jelentést kölcsönöz az adott szituáció az egész helyzetnek, hogy ezek a kis apróságok mondjuk a fiataloknak, vagy a gyerekeknek az életében szerintem nagyon, hát ilyen nagyon, nagyon jól van benne ábrázolva, és ez szerintem a gyerekeknek, akár hát ilyen gimis korban is, tekintve, hogy még nincsenek tőle annyira távol, szerintem egy tök jó beszédtémát adhat. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképpen tanítható ez a része. Aztán tanítható például ugye olyan szempontból szerintem, hogy ez az első szerelemnek a létrejötte, és hogy ott mondják mindig a Verának, hogy még túl fiatal ehhez a dologhoz, de hogy mit jelent a fiatalok számára a szerelem. És ez annál is inkább hát aktuális szerintem, mert hogy annyira finoman van ábrázolva ebben a regényben ez a szintiszta szép érzelmi szerelem a testi kontaktussal szemben, amire szerintem a mai fiataloknak a gimiben szüksége lehet, hogy erről esetleg beszéljünk. Illetve még ott van a szocializmus utolsó évtizedének ez a kicsit már ilyen nyugati világba hajló rádiótávirányítású autós, meg mozgó lépcsős világa, ami szerintem egy nagyon jó korképet ad. És mondjuk én nagyon, nagyon megtaláltam benne magamat, mert nekem is ugyanezek a problémáim voltak, hogy volt olyan barátom, akinek rádiótávirányítású autója volt, nekünk csak vezetékes autó volt, meg hogy följöttünk Pestre, és akkor úristen, itt van mozgó lépcső, meg Tatabányán talán egy áruházban volt ilyen, tehát hogy szerintem számtalan dologról lehet beszélni, és hogyha nem is tudok így konkrétan értelmet adni egészben, vagy szintetizálni ezeket a jelentésrétegeket, de külön-külön is érdemes szerintem rólunk beszélni. Na, akkor egy kicsit vizetkozom Katával, mert ez úgy látszik, hogy egy jó forma. Hát szóval, azért, ez az iszki, nem? Igen, meg azt mondtad, hogy kiélezed. Szóval meg kell mondanom, hogy nekem sok bajom van ebben a regényen, és majd el is fogom mondani, hogy mik. De a tanítási szempontból rettenetesen fontosnak tartom, hogy ez a könyv, ez vonzó a gyerekeknek. Hogy ez nem véletlen nyert minden Libdi közönség díjat, és azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak is vonzó. Ez fontos, hogy olyan olvasni valót adjunk nekik, amit el is olvasnak. Ráadásul azért az ennyire vonzó könyvek közül ez az igényesebbek közé tartozik szerintem. Tehát egy jó kompromisszum köthető ezzel a könyvvel. Olyannyira, hogy én most, amikor újra olvastam, azt mondtam a lányomnak, hogy legyen ez a következő könyve, mert nagyon tetszeni fog neki. Még nem teszteltem. Bocs, ha ő hány éves? Ő 14. Uh-huh. A legkisebb lányom. A nagyobbaknak is merném ajánlani, de őnek már nem muszáj elolvasni, mert ők talán mást is elolvasnak. Na szóval, két dologhoz szeretnék hozzászólni, és aztán a harmadikhoz, bocsi. Az egyik az a nincs, nem egy dologról szól, hanem sokról. Egyrészt ez jogos, és néhány dolog nem is olyan nagyon mély benne, de szerintem abszolút összekapcsolódnak ezek kétféleképpen. Egyrészt ugye ott van ez a dominó metafora a regényben, hogy ezek az események dominószerűen követik egymást, és a másik fogalom meg az a titok, hogy ugye itt feltáruló titkokról van szó. A szerelem titkáról, a származás titkáról, de a származás titkának ugye két rétegéről is. Ugye a zsidó származás az apai ágon, illetve az örökbefogadottság. Tehát azért ez egy nagyon fontos kérdés, a származás. De a titok egyébként is összefogja, a családi titkokról van itt szó, amelyeket
egy váratlan szerelmi esemény, és a szerelem miatti bosszú tár fel, hiszen ugye arról van szó, hogy Sárának lecsapja a kezéről Vera Józsefet, és ennek következtében mondja el Sára tök logikusan, vágja oda azt a továbbra is titkolt állítást, vagy igazságot, hogy az anyja nem az anyja Verának. Na most szerintem ez a könyv tényleg beavatás történet, és ez az igazi fókusza. Tudnék, arról van szó, hogy a beavatás kényszenvedése során az egyik státuszból, a gyermeki státuszból, a másik státuszba, egy felnőttebb státuszba hogyan kerül át a főszereplő. És ez hát nagyon nyomatékosan, néhol már szájbarágosan van elmondva, hogy mi mindenben változott meg, mi mindenben lát mindent máshogy, például saját magát is. Rájön arra a most átélt kirekesztettség miatt, hogy ő, mint az osztály elit rétegének a tagja, a barátnőjével hogyan rekesztett ki és bántott meg másokat. Tehát, hogy változik az önszemlélete. És még egy csomó dolog. Ugye megismeri a felnőttek titkainak egy másik rétegét is, a hűtlenséget, a szexualitást. Ugye itt van egy őseseménnyel való találkozás is, amikor Vera és József meglátják József apját szeretkezni Sári anyjával. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta titok csomó, ez egyrészt elég szervesen függ össze, és elég ügyesen van összekapcsolva. Lehet, hogy túl sok, de azt nem mondanám, hogy szétesik. Tehát az egyik hibája a könyvnek szerintem inkább az, hogy vannak számomra pszichológiailag hiteltelen dolgok. Például nem tudom elképzelni azt, hogy amikor ennyiszer van szó arról, hogy örökbefogadott gyerek Vera, akkor ezt nem beszélik meg a szülők vele soha, és ő nem követeli. Ez nekem valahogy nem megy. Akkor ráadásul, amikor hallja azt is, hogy azt mondja az apja, hogy ugye mondtam, hogy az nem lesz jó, hogyha mástól tudja meg. Tehát, hogyha a szülők eljutnak erre a pontra, hogy tudják, hogy a lány tudja, a lánynak most már a József is az arcába vágja, nem csak a Sári, hogy a szülei nem a szülei, meg kellene ezt beszélni. Egyszerűen valószerűtlen, hogy nem beszélték meg. Miközben persze, és ez megint előny a könyvnek, egy csomó olyan kérdést vett föl, és ezért ez a tanítási erénye, amiről beszélgetni lehet. Mert egy csomó rejtély nem derül ki. Például, hogy József miért vágta ezt oda, hogy most akkor ugye nem tudjuk, hogy a befejezésnek melyik variánsa igaz. Tudnilik az, hogy az apja, Tábori Gábor végül is a nevelőapjával kibékülte, és megtalálta a halála előtt, vagy pedig későn érkezett. Ugye az egyik álom feltehetőleg. De hogy nagyon sok nyitott kérdés van benne, és ez az órán jó, mert egész egyszerűen a cselekmény bizonyos mozzanatairól is lehet beszélgetni. Ugyanakkor vannak olyan mozzanatok, amelyek szerintem, tehát alapvetően ez a miért nem ülnek le, ezek az amúgy normális szülők. Akkor, amikor már úgy is tudja a gyerek, hogy ő valószínűleg örökbefogadott. Az egy más kérdés, hogy egy gyönyörű mozzanat, bár egy picit így határos, ahogyan visszatér a bölcsőbe a Vera. Tehát ahogy a történetnek azt hiszem, hogy az a vége, hogy visszatalálok anyához, még akkor is, hogyha ő nem a vér szerinti anyám. Szóval szerintem ez a finálé a könyvnek, hiszen a furcsa álom, ami egy másik eredetről beszélhet a bölcsőben, az feloldódik abban, hogy most a bölcső mögötti függöny mögött az új anyját látja. Vagyis összekapcsolódik a születésével az, aki biológiailag nem volt összekapcsolódva. És anyaként vállalja ebben az álomban valamiképpen azt az anyát, akinek az anya volt, ha megkérdőjeleződik. Tehát ugye ez jól ki van találva, és szép, és izgalmas, és ugyanakkor vitatkozni lehet. És az elbeszélői nézőpont az nekem többnyire nagyon tetszik, és az tanítható.
én úgy is szoktam tanítani Uspenszki nyomán, hogy, hogy el kell különböztetni a nyelvi nézőpontot és az elbeszélői látókört. És hát itt nagyon világos, hogy a nyelvi nézőpont az egy kívülállói egyes szám harmadik személye, a látókör pedig teljesen egyértelműen Veráé. Ahogy a Verá ezt nyilván nem tudná artikulálni, ezért kell egy külső nyelvi nézőpont, amely az ő gondolatait, észleleteit verbalizálni tudja. Ez olyan, mint Kosztolányi Kult című szintén beavatás történet jellegű novellája, ott is ugye Takács Pisti szemével látunk, de egyes szám harmadik szemében egy kívülálló elbeszélő beszél. Akkor most befejeztem. Én most már azóta annyi mindent szeretnék mondani, de legutóbbira próbálok kapaszkodni, mert az iszonyú izgi, hogy én nekem ez nem lett kérdés. Tehát én úgy olvastam, hogy az apa nem megy be elköszönni, és aztán azt hazudja Bélának, ugye a nevelt testvérének, hogy bement és elköszönt. Ugyanis azt írja itt a szöveg, hogy amikor elmondja ezt, tehát amikor azt mondja, hogy igen, megbeszéltek mindent és elköszöntek, akkor a Vera megnyugszik. Nem tudja elmagyarázni, hogy miért, de így lehullik róla ez a súly, amit ez az egész konfliktus helyzet okozott nyilván annak ellenére, hogy ő ebből erről a szintjéről kimaradt. De egyébként az is baromi izgi, hogy arról is szeretnék beszélni, hogy van itt a felnőtteknek a történet szintje, meg a gyerekeknek a történet szintje egymással folyamatos kölcsönhatásban, mert szerintem ez a szerkesztési bravúrja a regénynek. Tehát, hogy ő ettől ami az én olvasatomban egyfajta ilyen élethazugság volt, ő ettől megnyugszik. És hogy ehhez kapcsolódóan van az, hogy ő utána azt támadja, hogy az anyja, aki nem az anyja, ott van a bölcső mellett, tehát hogy ez a belső feszültség is úgy oldódik föl benne, hogy igazából nem feltétlenül ragaszkodik ehhez a szigorú értelemben vett igazsághoz. Tehát, hogy vannak bizonyos élethazugságok, amik egyszerűbbé teszik az embernek az életét. Így összekapcsolódhatna ez a két megoldás. Ez nyilván egyébként egy aggasztó végkicsengés, de... Bocs, csak hogy ezzel akkor azt mondod, hogy az, hogy látja a szüleit hazudni egy kényes helyzetben, azzal voltak éppen elfogadja azt a hazugságot, amiben ő eddig élt. Nekem ez így erős, de hasonló. Jó, hát nem. De hogy most nem biztos, hogy megtaláltam azt a szövegrészt, de hogy valahogy itt a vége felé van valami olyasmi, de hát ha megtalálom, hogy ennek a felnövés kezdemény történetnek, vagy felnövés történetnek ugye van egy olyan része, hogy tehát ugye a leskelődés nagyon fontos, tehát mindig meg lesnek dolgokat, ez is egy ilyen eléggé visszatérő motívum, mit hogyan lesz meg, és akkor ugye ezek a titkok, és aztán az felnövésben, hogy a Vera, aki addig olyan, tehát nem is értette, hogy lehetnek ki nem mondott dolgok, hogy elfogadja, hogy vannak ki nem mondott dolgok. És akkor ez ennek a felnövésnek egy, nem kell szerintem minősíteni, hogy most ez mennyire kemény vagy sem, talán, vagy nem biztos, vagy hát ez, erről például tök jó lehet a gyerekekkel beszélgetni. Tehát, hogy ezt ő így elfogadja, és akkor ezen a szinten, vagy egy, tehát, hogy ezzel már, ezzel a tapasztalattal gazdagodva talán, tud egy következő szinten kapcsolódni az anyukájához, aki nem a vér szerinti anyukája. Tehát, hogy egy felnőttebb módon lesz már viszonya ahhoz, aki előtte, ugye a regény elején ugye az istennő volt, akinek a hűvös keze az ő forró homlokán, hogy van valamilyen dalszöveg is, nem? Hogy lázas, vagy mi? Hűvös kéz a lázas gyermek forró homlokán, most bevillant egy ilyen dalszöveg. Az is valamilyen kádári korszak dalszövegem, de mindegy. Ugye, nekem kimaradt. Micsoda? Nekem kimaradt. Szerintem van ilyen, de mindegy, most lehet. Nem fogok ezután nyomozni, de majd lehet, hogy addig a Marci beírja, hogy van egy ilyen, nem tudom, most valahogy. Na, szóval az a lényeg, hogy ugye a Verának az istennő volt az anyja, amit tök természetes, amit ő mondott, amit ő csinált, ha ő azt mondta, hogy úgy van, akkor úgy van, és ez itt teljesen kerek. És akkor jönnek ezek a megnyíló rések, belesések, ugye egyre több, egyre nyomasztóbb titok,
van egy nagy szakadás, ugye, ami nyelvileg is tökre artikulálódik, tehát hogy milyen szavakat vesz föl, és milyen szavakat hagy el, ugye talán a legkicsit nekem az is súlykolt, ugye ez a foncsik, 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 cop. Az egy kicsit túl van csinálva, az, igen. Az így jó, már értjük, hogy elhagyjuk a foncsikot, és van helyette cop, és akkor ez így micsoda. De hogy akkor a végén tényleg van egy olyan, ugye, annak az álomnak a kapcsán, amiről a Naci is beszélt, és ami szintén egy ilyen visszatérő motívum, hogy akkor ez a bölcsőringás, nyomasztó, szorongást kiváltó álom, az, hogy jelenik meg, és akkor hogy a Vera egy következő szinten tud már a regény végén a számára mégis anyaként létező személyhez kapcsolódni. Tehát, hogy például ez egy érdekes szál, vagy ez egy tök jó szál. Tehát, hogy nem ilyen szem, tehát, hogyha én erről akarok beszélni, akkor erre nagyon jó. Ha erről a bizonyos elbeszélés technikáról, amit az szintén mondtál, Laci, hogy hogyan van az elbeszélői hang, meg az elbeszélői látókör, arra is tök íz ki. Ha arról akarok beszélni, hogy milyen, nem tudom én, milyen például ez a... Várjál, mi is volt valamit, pedig annyira megjegyeztem, hogy akarok hozzá kapcsolódni, amit mondtál. Körkörös, spirálos, nem? Igen. Ugye, amit az Otlikkal hoztál összefüggésbe, ugye a verseny, hogy előbb tudjuk meg a versenynek a következmény, tehát hogy ott valahogy a verseny elmondása van valahogy feldarabolva. 6 dolog van, vagy 7 így. Igen, de mondjuk talán ott a legerősebb, hogy akkor ki mit, mikor tud, vagy van nekem valahogy az maradt meg a legerősebben annak az elbeszélése, vagy annak a feldarabolódása. Na, tehát, hogy azt mondom, hogy egy csomó ilyen elem, tök jó, mert visszatérek a vitapontunkhoz, de egész szépen neki. De vissza lehet menni a továbbra újra is a részletekhez. Zorán. Mint szerint az gyermek forró homlokán, tehát teljesen pontos volt az emléket. Ugye? Én akkor ezt megköszönöm, hogy ezt pontosítottad, ezt akartam mondani, tehát nem hazugságot akartam mondani, hanem azt, hogy nem kell mindent kimondani, és nem kell minden szóhoz ragaszkodni. Mert ugye van itt ez a családi tragédia a háttérben, ugye a holokauszt történethez kapcsolódóan, ahol egy rosszul megfogalmazott mondat miatt ők a hátralévő életükben nem álltak egymással szóba. És ugye ez a példa arra, hogy nem kell ragaszkodni a szó szerinti kimondott igazsághoz, ami úgy tűnik, hogy a megoldása lesz a Verának, mert a József szerint kell. Ugye ő oda megy még utoljára, és azt mondja, hogy de hát értsd meg, hogy ezek az emberek nem a szüleid, hogy neked mindenki hazudik. Jogod van tudni az igazságot. És valahogy akkor ezzel szemben viszont ez a lezárás, amikor az anya mégis ott van a függöny mögött, a bölcső mellett, az azt jelenti, hogy nem az igazság a legfontosabb a világon, vagy ugye nem kell mindent kimondani. Így érted. Tiszta ipsze. Ja, az. A rosszasághoz szerintem például az, hogy utólag megpróbálja az anyának a nyelvi, kulturális származását a könyv feldobni, az szerintem is erőltetett. Tehát ott egy kicsit sok. De szerintem ez az egész hazugság problematika, ez is valami az nagyon-nagyon jól feldolgozható, meg érdekes. És ugye hát itt ugye egyrészt azért érdekes, és a gyerekekkel erről lehet beszélni, mert hogy ez a család, ez ugye deklaráltan nem hazudik, mármint a családtagok egymásnak, ugye az apának ez egy nagy szólama, és akkor itt van az apakép összeomlása, hogy az apa, aki folyton azt mondta, hogy nem szabad hazudni, a legalapvetőbb kérdésekben hazudott neki. És ugye hát maguk a hazugság lepleződése járnak a középpontban, meg az elhallgatások. És ugye a kettő egyszerre van, hogy két dolgot kell elhallgatni, egyrészt a zsidó származását az apának, a nevelőapának, másrészt az, hogy ő csak nevelőapa, meg nevelőanya. És ugye mind a kettő ugyanaz a fajta kíméletből való elhallgatás, hogy ne nőjön föl a gyerek túl korán, vagy ne érje trauma, hogy ez mennyire tévedés, is az nagy kérdés, de amit a Marci mondott, az nagyon izgalmas, hogy lehet, hogy bizonyos elhallgatások jobbak. Ezek valószínűleg nem jobbak, de például Vera rávezetéssel ugyan, de ő az, aki tudtára hozza Béla bácsinak, hogy most csalta meg a felesége, amikor ugye elmondja, hogy a frizurája milyen. És ugyanakkor bűntudata van, hogy ezt tette,
hogy egyáltalán nem biztos, hogy most jó volt szembesíteni Béla bácsit avval, hogy a felesége megcsalja. És ami még érdekes, és ami azért erénye a könyvnek, hogy többnyire az emberek meglehetősen bonyolultak. De nem sematikus, még ez a Sára nevű színésznő se, aki eleinte modoros, de a végén nagyon normálisan viselkedik, amikor a Vera teljesen padlón van. A szülők is egyfelől idealizáltak, másfelől hazudnak, harmadrészt az apa, aki erős és nagyszerű, azért krízis helyzetben iszik, szóval, hogy arra Grecsó gondot fordított, hogy árnyalt több dimenziós alakokat alkosson, és ez többnyire azt hiszem, hogy sikerült neki. Az apának a gyengesége nekem annyira, hát annak az ábrázolás az annyira jó volt, amikor ott ugye a lovas edzőnek a telefonbeszélgetése, amikor megtörténik, és ugye akkor ott az anyuka veszi rá arra, hogy végül is föl kell hívni a, nem is emlékszem nevére, a Géza bácsi. Igen, Géza bácsit föl kell hívni, és hogy ugye az a telefonbeszélgetés, meg az előtte való nyüglődés, az annyira, nem tudom, szerintem annyira tipikusan, hát lehet ilyet mondani, hogy férfi sajátosság, hogy most itt a méltóságát valahogyan meg kéne tartani, de ugyanakkor helyrehozni az elrontott dolgokat. Szóval, hogy igen, totálisan bonyolult karakterek vannak, és hogy ez a gyerekek szintjén is nagyon jól kirajzolódik. Talán még a legfelületesebb ez a kövér gyerek, aki állandóan süteményt teszik, de hogy még őnek is vannak annyira, hát ugye ilyen bátor felindulásai, amikor ugye bátran meghúzza magát az osztályba, hogy kihallgassa a beszélgetést, és ő utána segítséget nyújtson a Verának. Szóval igen, ezek a karakterek tényleg nagyon összetettek, és emiatt nagyon élvezetes sok esetben. Egyébként még ott is felmerül a lehetősége annak, hogy bonyolultabb a figurának a háttere. Ott a szülőkről ilyen elejtett mondatok vannak, hogy ott is van valami történet egyébként. Ami hát Komócsin gyerek, ami ugye Szegeden mágikus név. Ugye a pártfőfőnök. Tehát, hogy lehet, hogy a Tutyimuti gyerek mögött ott van egy hatalomgyakorló félelmetes család, és attól ilyen elhízott Tutyimutyi. Még egy pillanatra, és aztán beszállok erről az igazság-hazugság témáról, csak hogy ugye ezt a mottót választottam ki a regényből ehhez a beszélgetéshez, hogy nem lehet eldönteni, hogy valami jobb ebben vagy abban az esetben, mert az igazság és a hazugság most nem külön vannak másutt, ahogy eddig, hanem elkeveredve. És ugye ez, amit mondtál az előbb, Laci, hogy a beavatási titok, az itt jelentős részben az, hogy a felnőttnek el kell igazodnia a szürke zónában, hogy nem mondják meg, hogy mi az igaz, és mi az, ami hazug, hanem hogy félig benne állunk az egyikben és a másikban, és hogy nem lehet eldönteni egyértelműen, hogy valami jobb ebben vagy abban az esetben. És akkor ezt viszont tényleg nagyon megtanulja ez a kislány. És itt egészen, tehát hogy ezt akkor nagyon sok szempontból be tudjuk hozni. És visszakanyarodva a vitapontunkra, hogy Kata, szerintem én is éreztem azt, amit éreztél, hogy szerintem mesterien sűrít ez a szöveg, például az első fejezetében benne van nagyjából az egész regény, tehát úgy mondatonként ki lehetne bontani belőle, és ehhez képest mégis el van csapva a vége. Nekem is ez volt az érzésem, pont a végén volt az az érzésem, hogy valami itt megszakad. Ja, akkor egy másik dolog a taníthatóság. Nekem én ilyen első mondat, beakadós is vagyok. És akkor, hogy hívtál a beszélgetésre, elkezdtem olvasni. Első mondat, a szivacs kosztümre Jakub bácsi öntötte rá a vermutot. Szerintem ez egy jó mondat. Tehát, hogy a szivacs kosztüm, vermut, akkor Jakub bácsi, akkor valószínűleg ott már férészeg, és akkor ugye ez az egész első, nem verszak, mi ez fejezet, az izzadságszak, füllettség, harsányság, de feszengés, közben, hát én majdnem Verával egykorú vagyok, ezt be kell vallanom, tehát nekem nagyon otthonos volt a Melba kockától a Varjú Dombi mesékig, és a Vasárnap szól a 30 perc alatt a föld körül, tehát ehhez nekem nem kellenek lábjegyzetek.
ha tanítjuk, és ezzel foglalkozni akarunk, akkor nagyon sok lábjegyzet kell ehhez, azt gondolom. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból otthonos volt ez a regény. És ez egy nagyon jó első mondat szerintem, nem tudom, mit gondoltok erről. És tényleg az első fejezet, az egy nyitány. Abban, hogy kb. Minden benne van. És akkor úgy ebben megy bele az ember. És akkor én sokáig, most mondom, második olvasásra is így mentem. És aztán ugye hátráltam ki, de most már is olyan vagyok, mint a foncsik és a cof, hogy ezt már annyiszor elmondom. Nagyon, de majd erről a Kádár korszakról, ha van kedvetek, még beszéljünk, mert tök érdekel, hogy mit gondolom. Nagyon gyorsan ide szúrhatom, mert szorosan ide tartozik, hogy ez az első mondat, és az első fejezet utolsó mondata pedig az, hogy csak Gina néni kiabál dühösen az asztalnáról, hogy valaki leöntötte itallal a Béla bácsitól kapott szivacs kosztümje kabátját. Hogyha már itt az otlikus körkörösségről beszéltünk, akkor ez mindenképpen. Uh-huh. Ja, és hogy akkor ez kinek a kabátja, ja. Most én is egyetértek azzal, hogy a vége az egyik gyenge pontja a regénynek. A másik gyenge pontja az egy olyan titok, amiről még nem beszéltük olyan hangsúllyal, az a nevelőszülők eltitkolása Vera előtt, mármint, hogy az öregeknek. Úgy értettem, hogy az apja nevelőszülőinek. Az apa nevelőszülőinek. Ez egyébként egy nagyon szép felfüggesztés, szaszpensz, amivel tele van a regény, de ugyanakkor nekem ez egy kicsit sok, ez a találkoznak már eléggé a regény elején, találkozik Vera az öregekkel, majd aztán szépen kiderülnek jó lassan, hogy kicsodák az öregek, és az is, hogy miért vannak ők letagadva a Vera életében, nekem egyébként ez a letiltottsága a nagyszülőknek is sok. Egy picit így, itt is a pszichológiai érzékem egy picit zavarban volt, főleg úgy lehetett ezt marha nehéz csinálni, hogy ugye a legjobb barát, a Béla tartja a nevelőszülőkkel a kapcsolatot, szóval itt van valami furcsaság, meg hogy ezt nem csekkolja le a Vera a szüleivel, hogy kik is ezek az öregek. Szóval, hogy egyrészt van még egy rétege a titkoknak, de ez szerintem egy picit túl van csinálva, ez a titok. Na most, amit szeretem volna mondani, az, hogy én, ha most ilyen irodalom poétikai képességfejlesztés vagy befogadás képességfejlesztés szempontjából nézem a regényt, akkor az elbeszélői nézőpont mellett ez az előbb emlegetett spirális, visszatérős, körkörös technika szerintem a legfontosabb. És pontosan azért, mert az otlik még 12-ben is sokaknak nehéz. Viszont hogyha 13-14 évesen egy otliktól eltanult ilyen technikával találkozik a gyerek, akkor szerintem nagyobb az esélye, hogy majd ilyen bonyolultabb elbeszélés technikájú regényeket is olvasni tudjon. Egyébként egy csomó ilyen van, hogy mondjak példát. Ugye előbb tudjuk meg, hogy ellopta az ollót, és ezért megbüntették, és utána tudjuk meg, hogy miért lopta el az ollót, hogy levágja a haját a Sálinak. És vannak még ilyenek, hogy előbb tudjuk meg, hogy igazgatói robot kapott, utána tudjuk meg, hogy miért kapott igazgatói robot, és egy csomó ilyen felfüggesztés, közbevetés, visszatérés mechanizmus van a könyvben. Ugyanakkor ezek nem bántóan nehezek, tehát ez egy otlik light, de profi módon megcsinálva. Itt az elbeszélő, hogy ő artikulálja tulajdonképpen a Verának a gondolatait, és ezek a gondolatok azért nagyon-nagyon bonyolult gondolatok, tehát hogy nem hiába nem egy gyerek fejé vagy szájába adja ezeket, mert hogy így lesz egyáltalán hiteles, mert hogy szerintem ezek a megszólalások viszont nagyon hitelesek, mert hogy a gyereknek lehet összetett gondolata, meg elképzelése a világról, meg rengeteg ötlet juthat a fejébe, ami esetleg így összetódul, és nem tudja egybe megfogalmazni, tehát ez szerintem nagyon hiteles volt, csak ugye erre van itt ez a
beszélő, aki valahogy lefordítja nekünk a gyereknek a mindenfajta gondolatát, és ez a számtalan dolog, ami egyszerre eszébe jut, tényleg akár a magas fiúról az osztályban, vagy a Jakubnak, ugye a, nem a Jakub, hanem a Józsefnek, ugye a, akár a, ott a, például amikor arról van szó, hogy hogyan is néz ki ez a barlangtó, amiről ugye ez a sóbarlangnak a tava, amit teljesen máshogy képzelt el a Vera, az nekem nagyon tetszett, hogy itt azon lamentál, hogy hát jó, hát hogy ez nem is hasonlít az eredetire. Ja, de hogy tulajdonképpen ez az eredeti, csak én máshogy képzeltem el. Ezek az önvitatkozások is tök jól kijönnek belőle, de hát ugye ez az kell, hogy egy nagyon bonyolult mondatszerkezetet alkalmazzon a Grecsó, ami hát sokszor tényleg nehezen érthető talán. Persze a körkörösség az még inkább, főleg ebben a részben, amit itt kiemelt a Marci, de ez egy, mondjuk az egy jó gondolat, hogy ezzel így lehet trenírozni a gyerekeket. Ez milyen szép, hogy ott hagyja azt a képeslapot. Ugye, tehát hogy egy 11 éves lány, aki ezt nyilván hazavinné, és egy kis ládikában őrizgetni, mert ennyi maradt meg a fiúból, hogy ott hagyja a képeslapot, mert hát ez szörnyű, ez az igazság, ami beletolakszik az ő elképzelésében. Kérdésem van, szerintetek egy lányregény, tehát ha visszatérünk kicsit ez a lányregényhez, ha most nem viszünk tovább valami szálat, jöhet vissza a lányregény? Szerintem most itt elvartuk. Jó. A lányregénnyel kapcsolatban szeretném kérdezni tőletek, hogy egy lányregénynél szerintetek a lányolvasónak fontos ez, hogy tudjanak azonosulni a főszereplővel? Gondolom, igen. Hát nekem is. Csak ez nem tudom, hogy mit jelent. Berával azonosulni? Hát én rohadtul azonosulok vele. Uh-huh. A Berával? Igen, nem tudom, hogy 10 éves annak milyen lennék, de, vagy milyen voltam. Hát maga, tehát ez a mámorító szerelem, meg az egyedülmaradás a szerelem élmény miatt, meg az, hogy egy barátnő kirekeszti őt, meg ugyanakkor azért sikerei is vannak, hogy baromi jó ebben a lovas. Valami lovas akrobatika, vagy nem tudom mi. Akrobatik, valami. Szóval, hogy én nem tudom, miközben nem tudom, hogy 10 éves korában lehet-e valaki ilyen módon szerelmes, de azt gondolom, hogy aki olvassa, az annak már van ilyen képzete a szerelemről. És ezért működőképes. Ha nem kezdek el azon meditálni, hogy 10 éves korában lehet-e ilyen átütő élmény a szerelem, egyébként lehet, hogy lehet, akkor ezen át tudok, vagy túl tudok lépni. Bocs. Mert szerinted nehéz Everával azonosulni? Szerintem igen. Tehát én most nem tudok visszamenni 10 éves kamaszlány olvasóként, sajnos ezt nem. Tömlő Laci, csodállak. De én ugye most én kb. Ugye, ahogy már mondtam, verakorúan olvasom most ezt a 1980-ban játszódó történetet, és nekem egy picit kívül maradt a Vera, tehát hogy inkább ilyen megértési, tehát hogy szálak vannak, hogy melyik, tehát amikről most már beszéltünk, többé-kevésbé a titkok meglesése, az ki nem mondás, kimondása, sok-sokféle elhallgatás, társadalmi, történelmi, legbelsőbb családi szinten, tehát hogy ugye ezeket így mind végig lehet gondolni, meg így, ahogy olvastam, én is így gondolkodtam, és persze bizonyos helyzetekben, mondom, nagyon otthonos érzésem volt, és nem csak a Varjú Dombi mesék miatt, de nekem egy kicsit, de én kívül maradtam a Vera figuráján, ilyen érzelmi szempontból. Nekem nagyon átélhető volt, bár ez eléggé fura, de mert hogy így, ezek a szerelmi gondolatok, meg hogy hogyan reagál arra, hogy most mi is történik vele, ezek a kérdések, amiket föltesz, nem azt mondom, hogy én gyerekkoromban föltettem ilyen kérdéseket, de hogy amiről szó van,
azt érzi szintjen éreztem, hogy mit jelent az, amikor akár mondjuk az, hogy de ilyen bénaságok tényleg, hogy mondjuk egy, hogy az a kislány, aki tetszett, az oda tette a kabátját az én kabátom mellé, és hogy ezeknek tudom, hogy akkoriban tényleg sokkal több jelentése volt. Egyébként közben eszembe jutott, hogy emlékszem, hogy kibe voltam szerelmes második, harmadik általánosban. Meg tudom mondani a nevét, nem fogom. Tehát, hogy azt mondom, hogy nem ilyen nagyon mélyen és világmegrendítően, de kifejezetten emlékszem. Micsoda bulvár tartalmat szavaztottunk most el, kiderült másodikban Arató László, ez kiderül az írta és olvastál. Remélem, valahogy így fogod majd megjelentetni, és százezernyi kattintás. Igen. Hát, nem menjünk el szó nélkül mellett a tény mellett, hogy itt hármunknak teljesen hiteles ez a kislány, ugye, akit egy negyedik férfi írt, és egyedül Tata gondolja azt, hogy egyébként semmi valós meg pszichológiai kerete nincsen ennek a figurának. De nem tudom, hogy ez-e az ok. Én nekem igazából azért furcsa, hogy ezt mondod, mert pont azt tetszett, és abszolút így olvastam, hogy nekem mennyire valóságos ez a kislány. Az is igaz, és ezt hozzáteszem, hogy én nem ismerek 10 éves lányokat, tehát azt hiszem egyébként rajtam kívül, hogy mind a hárman tanítotok ilyen korosztályban, tehát hogy közelebb, nem? 12, az majdnem. Aha, igen, én csak 14. És hogy egy dologhoz tudtam hasonlítani, nem olyan régi élményemhez, a Dragománnak a mágiájához, ami egyébként szerintem remek könyv volt, de pont a kislány nekem nem volt valós. Egy csomó reakciójában egyszerűen nem tűnt kamaszlánynak, és ott éreztem azt, hogy itt van egy olyan összeférhetetlenség a szerző meg a főhős között, amit én olvasás közben nem tudok feloldani, és itt meg egyáltalán nem. Tehát ez volt talán a legpozitívabb élményem nekem. A taníthatósághoz visszatérve egy régebbi kérdésethez, tehát én nagyon jól kontextualizálhatónak, vagy láncra fűzhetőnek, hogy mit tudom én, milyenek érzem ezt a regényt. Tehát, az Abigail-el is lehet tanítani, de előtte meg lehetne tanítani szerintem a Lori-nak a Számláld meg a Csillagokat című regényével. Azért egy csomag a három, mert mind a háromban arról van szó, hogy az addig titkolt tudás érlel valakit felnőtté. És a Szabó Magda könyve, és ez a Számold meg a Csillagokat ráadásul annyiban is hasonlít, hogy mind a két esetben a világháború tapasztalata, meg a holokauszt tapasztalata az, ami túl korán tesz egy gyereket felnőtté. És ráadásul a Számold meg a Csillagokatban az a gyerek az talán 12 éves, vagy még kevesebb, akinek fokozatosan rá kell arra jönnie, hogy a barátnője zsidó, és hogy a zsidókat itt üldözik, hogy a testvére az ellenálló, és azért meg fog halni, és így tovább, és így tovább. És ott is arról is van szó, hogy hazudni kell azért, hogy a nácik el ne kapják őket, meg le ne csukják a barátnői, de abszolút analóg a történetnek az a fővonulata, hogy a tiltott tudás kényszerű meg itt ismerése érlel felnőtté, mégpedig traumaszerűen. És akkor úgy lehet ebből egy csomagot csinálni. Igen, bár gondolom, itt azért a Grecsó regénynél a Vera nem sokat ért meg a nagyszülők történetéből. Tehát az is azt hiszem, hogy ugyanilyen spirálisan jön vissza, hogy akkor az apa megint beszél valami drótkerítésről, mert tehát hogy most hogy jön ez ide? Most miért nem azt mondja, ami a lényeg? Tehát a Verem feje fölött elmegy ez a történet. Tehát, hogy ő ezt nem tudja. Mert nincs végigmondva, mert nincs külső kényszer, hogy végig legyen mondva. Igen, és akkor talán kétszer-háromszor azért ez, és akkor apa már megint arról beszél, vagy az apa megint arról beszélt, vagy a papa, bocsánat, ugye papa, az is fontos, hogy papa és nem apa, vagy apu. Tehát, hogy ott ez egy teljesen olyan dolog, ami így elmegy. Egyébként Na, mindegy, csak ezzel.
csak az egész felnőtt cselekmény szint elmegy az ő fejük fölött. Tehát, hogy ez egy ilyen tudatos szerkesztés, nem? Hogy ugye minden abból következik, ami már az első fejezetet, második mondatában kiderül, hogy a Jakub bácsi befűzi a Sára nénit, és ugye azért fogja, vagyis ugye a Vera ott kapcsolódik ehhez vissza, amikor elmondja a Béla bácsinak, hogy össze van kócolódva a feleségének a haja, ugye elülteti bele a bogarat. Tehát, hogy egy picit az az embernek az élménye, és akkor a holokauszt történet is ennek a része lenne, hogy ugye itt a, most csúnyán mondom, a valódi sztori, hiszen két sztori van a gyerekeknek a nagyszerelmi története, és a felnőtteknek a szintén nagyszerelmi története, csak az nem szép. Pedig valaki ott kimondja egyébként, hogy az a baj, hogy az anyát beleszeretett abba a hülyébe. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy itt valószínűleg tényleg van egy másik szerelem, ami a családokat ver szét, és kergeti vissza a Jakubékat Budapestre, de hogy a... Tehát, hogy mintha az lenne pont a lényeg, hogy a fő történetből a gyerekek mit látnak, vagy hogy hogyan látnak át egy másik történetbe, így mondom szebben. Mert ezek pont azok a pontok, amiket ki is emeltetek, ugye belelátnak itt a szexualitásba, belelátnak az egymással való hazudozásába a felnőtteknek. Tehát, hogy ezen a másik történeten keresztül szüremlenek át ezek a titkok. Hát egyébként szerintem a Jakub apuka, tehát József apjának és a színésznőnek az afférja, az talán jobban megérthető a gyerekek számára. Azt hiszem, hogy 10 évesen valószínűleg ez a mi történt a nagyapával történet, ez kevésbé érthető meg, és hát itt nyilván van hárítás is, meg egyszerűen felfogásképtelenség. Tehát ez nekem teljesen hiteles a dolog. Lehet, hogy jobban meg lehetett volna csinálni azt, hogy az apa megint neki lát ennek az elmagyarázásához, de lehet, hogy itt arról van szó, hogy egész egyszerűen az apa megpróbált elmondani, de a gyerek ezt nem képes felfogni, részben már hárítja, részben meg nincs meg hozzá a kontextusa. A megcsalást meg valamennyire, hát értik, azt hiszem. Hát meg kicsit most az jutott eszembe, amit az Imi mondott, hogy ezek a megszorítások, vagy ezek a fizikai élmények miért olyan fontosak, hát azt ott látják. Tehát, hogy egy ilyen elmesélt történet értelmezhetetlen fogalmakkal, drótkerítés, gettó, stb. Nem lehet vele mit kezdeni, azt viszont látom, amit látok, amikor véletlenül benyitok ugye az öltözőbe, és aztán látom a Sára néninek a haját. Tehát, hogy ezek az ilyen valósághoz való jobban erősebb kötődések, azok azért itt fontosak. És akkor így egy csomó történet, vagy egy nagy, bocsánat, ne haragudjél, mi csak annyi, hogy akkor ezek a nagy történetek, tehát az egész identitáskeresés történet, a holokauszt elhallgatás történet, azok történetek maradnak, és nem tapasztalatok, vagy nem élmények. Nekem erről az jut eszembe, vagy fölmerül az a kérdés, hogy akkor, tehát, hogy ilyen, hogy ez az elhallgatás, hogy ugye, tehát, hogy az örökbefogadás, hogy a Vera nem az ő gyermekük, és hogy ezt miért nem mondják el akkor, amikor már teljesen nyilvánvaló, hogy mint hogyha, tehát fölmerült bennem az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha ez mondjuk a regénynek a keretei ezt nem engedik meg, hogy erről szó legyen ilyen, tehát hogy ilyen explicit módon ki legyen ezt fejezve. Mert nem tudom ezt jól megfogalmazni, de hogy így nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy úgyhogy mondjuk ez a beszélgetés, és ugye háromszor is belekezdenek ebbe a történetbe, ha jól emlékszem, elmondani. Egyszer, amikor, nem is tudom, amikor, igen, amikor ugye a Sárika mondja el, aztán egyszer, amikor ugye a József vágja a fejéhez, és ott már az ember azt hiszi, hogy a Ben Hur közben ez valahogyan el lesz magyarázva, vagy hogy ott megakad a dolog. De hogy mégse történik meg, és... Szerintem ez tényleg pszichológiailag eléggé nehezen védhető, de akkor ebbe szerintem kellene lenni egy olyan hát alkotói, nem tudom, eltökéltségnek, hogy ezt azért nem mondja el, mert mint hogyha ilyen elmondhatatlan dolog lenne, hogy a gyerekkel pontosan hogyan kommunikálod ezt. Főleg egy olyan családban, ahol azért ugye vannak ilyen elhallgatási problémák.
Na, szóval, hogy nem tudom, én ezt nem feltétlenül érzékelem egy ilyen pszichológiai buktatónak ezt a dolgot, hanem mint hogyha így a regénynek a szerkezete, vagy így a szabályai nem engednék meg azt, hogy megtörténjen ez a explicit bevallás. Ez csak most jutott eszembe ennek kapcsán, mi, hogy mondod, hogy hát itt van egy nagyon komoly elfolytás, aminek még ilyen szimbolikus jelei is vannak, ugye ez az egész bölcsőállam ehhez kapcsolódik. És azt írja, hogy amikor a nagymama, aki ugye nem tudja, hogy a kislánynak nem mondtak el semmit, elkezdi neki elmagyarázni, hogy mi történt a családban, akkor ő nem tud odafigyelni. És azt mondja, hogy tudja, hogy nagyon fontos, hogy most hallana olyat, ami tényleg valami fontos az ő életében, és mégis azt nézi, ahogyan a karácsonyfát viszi, vagy csomagolja be ott egy ember az utcának a túlsó oldalán. Tehát, hogy itt nincs egy ilyen, hogy nem akarja meghallgatni, és hogy mindegy, hogy hányszor kezdenének vele. És akkor itt van egy poétikai hiba. Tudnélik, a kívülálló elbeszélő nem tehetné meg. Tehát az oké, hogy a gyerek nem akarja meghallani, de az nem oké, hogy a kívülálló elbeszélő se tud ebben mit kezdeni. Az egy poétikai gigszer. Az egyébként jól kitalált nézőpont szerkezet itt megcsúszik. És az első két alkalommal szerintem logikus, legalábbis a saját világképükből, meg attitűdjükből következik a szülőknek, hogy egyszerűen tagadják. Tehát amikor a sári vágja oda, hogy az anyád nem az anyád, az oké. De egy harmadik körben, miután ők már elmondták, akkor már szerintem nem logikus. És én azt nem nagyon hiszem, hogy olyan lehetséges. Tehát egyfelől, a regény nem tudja megoldani ezt a beszélgetést, én inkább így mondanám, de másfelől meg az nem lehet, hogy ne tudja megoldani. Szóval, hogy én nem tudom elfogadni, hogy valami pszichológiailag fölmerül, ha nem merülne föl, akkor rendben lenne. De bennem olvasóban fölmerült, és szerintem más olvasókban is fölmerül, és akkor valami nem stimmel. Miközben erről lehet beszélgetni, miért nem mondják el, vagy hogy nem tudja. Tehát lehet, hogy az identitás az a regény világképe szerint, de lehet, hogy most fölstilizálom a regény világképét, megoldhatatlan. Nem tudom. Nekem nincsen meg ez a mondat, ami egyébként ilyen megnyugtatóan választ tudna adni ezekre a kérdésekre. Tehát, hogy picit ilyen megválaszolhatatlan kérdésnek érzem én ezt, tehát nem tudom elképzelni, hogy mit olvasnék a megnyugtatóan ebben a témában, amire azt mondanám, hogy igen. Hát ez egy szép gondolat volt, mit én, mert hogy beszélhetne arról mondjuk az anya, ebben egyébként bele is kezd, hogy beszélhetne arról az anya, hogy hát hogy nem az a lényeg, hogy ki kinek a lánya, hanem hogy ők milyen kapcsolatban vannak, és hogy ki neveli föl az ugyanolyan, tehát erről beszélhetne, de szerintem ez nem lenne annyira. Tehát ez vagy ilyen nagyon kiszínezett lenne, vagy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen erőltetett lenne számomra. Nehéz jól megírni, abban egyet érte. Hát ez lehetett volna egy nagy tét. Igen, hogyha erről írok regényt, akkor van valami tervem arra, hogy mit fogok róla mondani. És nem lányregényes happy endinget várok, félre ne érts, hogy és akkor kerekítsük le, és ne, akkor megvan mindenre a megoldás. A legkevésbé sem ez a irányérzetem, gondolom azért ez kiderült, hanem ja, persze, azért gondolom, hogy ez egy tétje ennek a regénynek, és pont ez nincs valahogy megoldva. Egyébként valószínűleg a beszélgetés után is lehetne minden megoldatlan. Persze, én a kísérletet hiányolom. Mert ahogyan van kísérlet a nagyszülők, az apai nagyszülők halálának az elmagyarázására, úgy nincs kísérlet az örökbefogadás elmagyarázására. És egyébként itt nem az van, hogy az apa fejében ez a kettő szorosan összetartozik? Tehát, hogy amikor ő elkezd a saját szüleiről beszélni, akkor arról is elkezd beszélni, hogy a kislány örökbe van fogadva, Csak ugye ezek azok, amiket nem hallunk, mert a vaníliás karika és a kóla, amire többször felhívja a figyelmét, hogy milyen kulcs szimbólum a gyerek létnek, azok ugye ezt így elnyomják. Tehát nem jut el odáig, hogy belecsapjon a történetnek a második felébe soha.
Én valahogy ezt így éreztem. Én nem. Nem, mert annyira vannak konkrétumai a koncentrációs tábor sztorinak, meg a nevelőszülő sztorinak, annyira nem mondja el, hogy nem tudott az anyukád, tehát hogy az első terhessége megszakítódott, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ott semmilyen olyan mozzanat nincs, ami akár megértetlen törmelékként ott lenne a kislány fülében. De most még utólag gyorsan elmondom, hogy ez volt az évad záró epizódja az Írta és Olvastának, úgyhogy júniusban jelentkezünk olvasmány listával, lehetőleg minél részletesebben, addig is pedig azt hiszem, hogy itt lehet megnézni az előző beszélgetésünket a Mester és Margaritáról, aki pedig itt feliratkozik ezen a szimpatikus, bajszos úriemberen, az megnézheti az összes többit is. Úgyhogy viszontlátásra!